a gazdák elhozták a termést, a nevezési lapokra felkerültek a gazdák által történő nevezések, hogy vegyesfehér. Van, ahol odaírta, hogy miből van az a vegyesfehér, tehát mi az alkotó elemei annak a bornak. Van, ahol csak annyi van, hogy vegyesfehér. Vannak olasz rizlingek, sardonék, illatosak, cserszegik, muskotályos. És akkor ezt mi megpróbáltuk így sorba rakni. Először következnek ugye a vegyesfehérek. A vegyesfehéreknél, ahol már tudunk, hogy miből van, hogy mit tudom én, egy cserszegi zenét, vagy egy írsai és valami másikkal van társítva, tehát így az illatosak a vége fele kerültek. A fehérek legvégére kerültek az édesnek nevezett borok. Kettő is van ilyen a választékunkban. Ugye akkor következtek a rozénak nevezettek, és nagyjából ugyanilyen szempont alapján a vörösek is, tehát a vegyes vörösek. Ha tudunk róla valamit, akkor ugye az a pozícióját vagy segítette, vagy nem tudjuk, hogy segítette-e. És akkor ugye egy merló következett, és egy újdonság ugye a messiás, amit most megjelent. Tehát így kerültek úgymond besorolásra a borok. Ezután a mi feladatunk ott kezdődik, hogy igyekezzünk kiválasztani a minták közül egy olyat, ami valahol lehetővé teszi, hogy tényleg az ember a saját kis ízlelését nem figyelmen kívül hagyva, de mégis reálisan minősítse ahhoz hasonlítva az összes többit. Ennek úgy illik lenni ennek a bornak, hogy ugye a bronz, amit adnánk ugye pontszámok alapján, a bronz teteje, ezüst alja, és akkor ez lesz az a bor, amihez mi úgy tudat alatt az asztalnál, amikor egyenként hozzák a borokat, akkor mi megpróbáljuk ehhez hasonlítani azt a bort éppen. És hát valahol ezt határozza meg, hogy milyen kategóriába kerül. Ez valahol nekünk is egy visszajelzést, mert ugye mi most kiválasztottunk egy bort, ezt megkóstoltuk, azt mondtuk, ez lesz a belövő bor. De ez visszakerül a helyére, és mi nem tudjuk, hogy az mikor következik. Tehát mi ezt most mondtunk rá egy ítéletet, de még egyszer el fogjuk bírálni. Ami most az ön kezében van, ez egyrészt milyen fajta bor, illetve milyen kritériumoknak felel meg jelenleg? Tehát ugye ezt választottuk ki, ez lett a harmadik vagy a negyedik mint, amire azt mondtuk, hogy igen, ez alkalmas lesz arra, hogy belövő bor legyen. Ez azért is, mert ugye nem tudjuk, ahogy itt beszélgettünk róla, hogy itt most, akik eljönnek erre a borversenyre, ők is bírálnak folyamatosan velünk egy időben, mert akkor nekik is ez segítség, bemutatjuk ezt a bort, és akkor ott elmondjuk, hogy ez a bor a mi elképzelésünk szerint hova. Tehát megnézzük a tükrösségét, a tisztaságát, az illatát, az ízét, hogy lecsengésének hívjuk, összbenyomás, hogy milyen hosszan érzem az ízeket, hogy megtelik-e a szám vele, hogy külön érzem, hogy fanyar, külön érzem, hogy savas, és akkor ezek alapján ugye ezek különböző pontszámokkal lehet ezeket jutalmazni. Összességében ugye 20 pont az a maximum, és akkor ugye 15-től van, ugye másfél pontonként ugrik ugye egy-egy kategóriát. Ezt most mi ugye kiválasztottuk, mi úgy ítéljük meg, hogy túl nagy pozitívumai sincsenek, túl nagy hibái sincsenek, ezért ez ott azon a 17 pont körüli bronz vége, ezüst alja. Tehát itt ez valószínű ezt a minősítést fogja kapni.